Köszöntöm nézőinket! Önök a Telena magazint látják, én Bence Péter vagyok. Mutatom, mivel készültünk a következő percekre. Piaci alnok épülhet a városban. Rendben, ezek halmogott a lukorán, hogy most kivértünk. Majd közben mutatás tartunk előadást a nagy családok, és követőnek hasonló bárkezetet a mögényünk. Piaccsarnok épülhet Tolnán. A Városházán ugyanis ez is szerepel a pályázati tervek között. Hogy pontosan hol lesz a helye, az még nem ismert, de az előkészítő munka már elkezdődött. Péntekenként működik a piac Tolnán. A Városháza szomszédságában álló területet mostanában csak néhány árus és az ő vevőik látogatják. A téma a legutóbbi testületi ülésen is napirenden volt. A város vezetői ugyanis azt tervezték, módosítanak a most még 200 forintot sem elérő helypénzen. Először emelkedésről, tehát először díjemelésről tettünk javaslatot, vagy edzőasszony tett javaslatot, mégpedig azért, mert nagyon-nagyon alacsony volt a díja ennek a piacnak, tehát azoknak a díja, a területhasználati díja, és arra gondoltunk, hogy addig, amíg nem lesz új piacunk, terveink szerint lesz egyébként. És innentől még érdekesebb a tolnai piac jövőbeni sorsa. A Városházán ugyanis arra készülnek, hogy a TOP plusz támogatási rendszernek köszönhetően egy új csarnokkal bővülhet a település. Pályázni fogunk egy új piaccsarnok létesítésére. Addig pedig azt gondoltuk, hogy akkor legyen ingyenes. Valószínű, hogy a helyszín is változni fog, hiszen a jelenlegi helyszín nem alkalmas feltétlenül arra, hogy itt piaccsarnokot építsünk, mert hogy pici ez a hely, tehát keressünk más lehetőséget. Amíg pedig az új csarnok építéséhez szükséges pályázati anyag össze nem áll, igyekeznek a mostaninál több várost oda csalogatni, vagyis díjemelés helyett ingyenessé tették a helyeket. Nem kell fizetniük a zárusoknak, bár annyira alacsony volt a díj, mondom még egyszer, hogy nem gondolom, hogy ezt ráterhelték volna a zárakban a vásárlókra, de hát így meg aztán nem is lesz mit ráterhelni. Vagyis Tolnán gőzerővel dolgoznak a piaccsarnok tervén, addig pedig, hogy a helyiek jó minőségű kistermelői áruhoz jussanak, még a helypénzt is elengedik, a már most is odajáró árusoknak. Szemetet halmozott fel az udvarán egy férfi mözsön. A szomszédok azt mondják, már hatalmas patkányok jelentek meg a környéken emiatt. Az ügyről a polgármesteri hivatalban is tudnak és intézkedtek is. Most a kormányhivatal szakemberei vizsgálják az ügyet. Zsákokban áll a rengeteg hulladék a Mözsi ház udvarán. A férfi, aki ide hordta, már nem él itt, az anyja lakik a házban. Ő azt mondja, a fia megkeserítette beteges gyűjtögetésével az életét. A szólok akkor még támad, hogyha mondom, mit teszel a szemetet? Na. A szemetet felhalmozó férfi tehát az ismerősei szerint agresszívan viselkedik velük, ha a problémáról beszélni akarnak. Pedig van gond bőven. Az utcában, ahol rengeteg a válogatatlan hulladék, idős beteg emberek és kisgyerekek is élnek. A környékbeliek a saját ingatlanjaikat féltik. Azt mondják, tűzveszélyes, amit a szomszédjuk művel. Kijöttek a közterületesek is, ezért be kellett hozza meg a rendőrökkel, be kellett hordja, és most itt áll a szemét, de még majd ez fog még gyülemni. Pedig volna Tolnán lehetőség arra, hogy a hulladékot bárki ingyen letegye az arra kijelölt helyen. A hulladék elhelyezése az a tolnai lakcímkártyával rendelkező lakosok számára díjmentes, viszont oda is kell juttatni ezt a szemetet.
Ebben a városnak a üzemeltető cége, a Telena Kft. Bizonyos mértékig partner tud lenni. Hogyha kisebb mennyiségekről van szó, akkor a szállításban tudnak segíteni. Nagyobb mennyiségeknél viszont a felrakás okoz gondot, mert ezek a helyi lakosok, akik érintettek ezzel a problémával, jellemzően idősebbek, nem olyan jó egészségi állapotnak örvendenek, tehát fizikailag nem képesek arra, hogy egy teherautót megrakjanak ezzel a hulladékkal. És a gyerekek meg itt mind veszélyben vannak. Meg hát nem csak a gyerekek, hanem az öregek is. Egyszerűen leéghet a ház, minden. A problémáról a Városházán is tudnak, jártak is a szakemberek a helyszínen, a helyzet viszont nem egyszerű, mivel a hulladék kerítésen belül van. Az önkormányzat minden ilyen lakossági bejelentést kivizsgál. Alapvetően azoknál a hulladékoknál, amelyek közterületen találhatók, az önkormányzat intézkedik és el tudja érni azt, hogy onnét a hulladék elkerüljön a lakossági hulladéklerakóba. Sajnos van egy olyan tendencia is nyilván ennek a magas költségei miatt, hogy az ott élő szemetet gyűjtő, szemetet halmozó helyi lakos nem a hulladéklerakóba viszi el ezeket a közterületen található problémát jelentő hulladékokat, hanem ezek egy része visszakerül a saját udvarába, és ez ott sajnos további bonyodalmakat jelent a közvetlen szomszédságra nézve. Bonyodalom pedig valóban bőven akad a szeméthalmozó renitens férfi miatt. A helyiek ugyanis a tűzveszély mellett hatalmas patkányokról beszélnek, amik a házi állataikat is megtámadják. Tyúkokat nem lehet tartani, mert megeszik. Akkor patkány. Hát levette a kollégámnak, a macskának, ezt leharapta neki. De a macskának még az állát is. Nem lehet ezt a mai világban megcsinálni, ezt nem haragszom én erre a gyerekre. Mert nekem is eszembe se. Tehát az ezt nem lehet megcsinálni, amit ő csinál. Most ez a begyullad véletlenül. Lég az egész sor. Akkor azt kitérítse meg én nekem. Ez az ember, aki itt van, ebben a házban, akik hát rásidadott a szemetet, hogy kapott 1000 forintot vagy 2000-et. Én ezzel hoztuk egy éveket, azért építettem fel a szép házamat, hogy rendben legyen, eltisztosan, hogy ő ezt nem tudja betartani magának, mert nem megy el dolgozni, az az ő ügye, baja, hogy el tudja tartani a család. Én is azért mentem dolgozni, 3 családom volt, hogy föl nem álljunk a becsülettel is rendesen. No, de kanyarodjunk vissza a probléma megoldásához. A hivatalnál ugyanis gyakorlatilag a jogszabályok miatt tehetetlenek, az ügy ugyanis nem hozzájuk tartozik, ezért kénytelenek voltak átadni az illetékes szakembereknek. Ezekben az ügyekben már, amikor nem közterületet érint a hulladék, akkor az önkormányzat sajnos nem járhat el, viszont ilyenkor arra van lehetőségünk, hogy a Tolna vármegyei kormányhivatal részére illetékességből áttesszük ezt az ügyintézést, és nekik vannak olyan jogosítványaik, amelyekkel el lehet érni azt, és el is tudják érni azt, hogy a hulladék az udvarokról elkerüljön. Sajnos van ennek egy átfutási ideje. A hivatali ügyintézések, határidők és különböző fellebbezési jogok véget, ennek sajnos nem 1-2 hét, hanem több hónap az átfutási ideje. Viszont Tolnán is van már példa, több helyszínen is arra, hogy ezek a problémák megoldódtak. A kormányhivatalnál tehát vélhetően már dolgoznak az ügyön. Természetesen őket is megkerestük. Azt nem árulták el, hogy a konkrét eljárás hol tart. Az írásos válaszból viszont mások mellett az derül ki, ahhoz, hogy a hatóságok vizsgálódni tudjanak, fontos tisztázni, hogy a szemét ott keletkezett-e, ahol azt tárolják. Ebben az esetben pedig egyértelmű, hogy ez nem áll fenn. A közleményből az is kitűnik, hogy a hulladékot még magánterületen is csak 1 évig lehet tárolni. A környéken élők viszont azt mondják, az áldatlan állapotok legalább 7 évvel ezelőtt kezdődtek. Ők azóta várnak a megoldásra. Az utcabelieknek reményre adhat okot az is, hogy a jogszabályok szerint amennyiben a hulladék nem azon a helyen képződik, ahol azt tárolják, minden esetben külön engedélyre van szükség. Ezzel pedig vélhetően a mözsi férfi nem rendelkezik.
Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A DKC Hungária Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzése alkalmas munkatársakat keres, lézervágó lyukasztó gépkezelőt kiemelt bérezéssel, három műszakos munkarendben, illetve élhajlító gépkezelőt. Ha elmúltál 18 szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, ha vállalnál egy-két műszakot és fontos számodra a pontos munkavégzés, akkor önéletrajzoddal az ildikó.bálóné@dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 71-30 Tolna belterület 970-110-es szám alatt. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. A rendőrség munkatársa tartott előadást a Tolnai Nagycsaládosok Egyesületének. A fókuszban ezúttal az internetbiztonság volt. Miből áll az internet? Mondd? Videókból, igen, információkból, de ezeket az információkat honnan kapom? Mutatok egy képet. Az internet nem más, mint egy hálózat. Körülbelül így lehetne elképzelni, mint ott a képen van. Az internet egy hálózat, méghozzá rengeteg számítógépnek, szervernek a hálózata. Az internet veszélyeiről és a mobiltelefon biztonságos használatáról tartottak rendőrségi előadást a Tolnai Magházban. A rendezvényen a helyi nagycsaládosok egyesület tagjai, pedagógusok, szülők és gyermekek is egyaránt jelen voltak. A csoport tevékenységeiről és az eseményről Váci Antal Judit, a klub elnöke mesélt. Az elsődleges célja mindenképp az, hogy figyelmeztessük a gyermekeinket és az idős tagtársainkat, meg saját magunkat is azáltal, hogy milyen veszély fenyeget minket itt az Uber világban. Úgyhogy elsődleges célja mindenféleképpen ez, hogy megismerhessük, hogy mik azok, amikre vigyáznunk kell, és emellett mire figyeljünk oda, ha már véletlen beleestünk, és ne féljünk segítséget kérni. Az elnök elmondta, kiknek szól az előadás. Az egyesületi tagunknak, az egyesületnek szerveztük most ezt a programot, ugye a Nagycsaládosok Tolnai Egyesületének. Ezen belül is én úgy gondolom, hogy első körben azok a gyermekek korosztályban, akik már írni, olvasni tudnak, és esetleg telefonnal rendelkeznek, bár ez ugye óvodáskorban is megvalósulhat, de úgyis úgy gondolom, hogy felelősséggel, aki olvasni tud az iskolás kortól, mondhatjuk azt, hogy ők már jöhetnek erre, és felfogják azt, ami itt el fog hangzani, és emellett egészen az időskori, nyugdíjas korosztályig. A gyermekek számára is kiemelkedően fontos, hogy fel tudják ismerni az internet és a mobiltelefon használattal járó veszélyeket.
Gondolom, hogy a tévében és a híradóban sokszor lehet hallani, vagy akár e-mailben érkező csalásos megkeresések szoktak lenni, és hallhatják a hírekben az, hogy úristen, most még egy csalás, meg még egy ilyen veszély fenyeget, vagy most már a telefon, ugye a modern telefonok írják, hogy figyelem, csaló, ez a telefonszám, ne vedd fel. Éppen ezért próbáljuk felhívni ezekre a figyelmet a gyerekeknek is, hogy mi az, amikor esetleg forduljanak a szülőkhöz és kérjenek segítséget. Az Egyesületnek a 2022-es évet is sikerült aktívan kitölteni a programokkal, és hasonlóképpen tervezik az idei évet is. Az idei évünk ugyanolyan izgalmas lesz, hiába a 26. születésnapunkat ünnepeltük. Kezdtük ebben ugye a születésnap ünneplésével januárban, majd februárban volt egy teljes teltházas farsangi bálunk, ami iszonyat nagy létszámban volt jelen, és én nagyon örülök, hogy szinte minden korcsoportot meg tudtunk szintén mozgatni. Majd most ugye megszerveztük ezt a programsorozatot, ami szintén a veszélyekre vesz fel, és hál' Isten a rendőrség, a Tolna vármegyei rendőrkapitányság segítségünkre volt ezáltal, és reménykedünk, hogy további programot tudunk ebben folytatni prevenció céljából, ami a drogra fog kiélesződni. Majd lesz májusban egy családi napunk, aztán utána augusztusban tervezünk egy kétnapos kenutúrát, majd az országos nagycsaládos találkozón szeretnénk részt venni Kalocsán szeptemberben, és majd utána ugyanúgy Mikulás ünnepségek, de ezen felül kisebb-nagyobb programok még jelen lesznek az évünkben. Terelnek minket, hogy oldjak meg mindent az interneten keresztül. Ha csak a munkámra gondolok, próbáljuk a papírmentes irodát elérni, és mindent ezen a hálózaton keresztül elintézni. De ha csak belegondoltok a mindennapjaitokba, ugye ügyfélkapu, kell, hogy regisztrálj, a NAV-hoz elektronikusan nyújtom be az adóbevallásomat, igaz? Bankolok ezen a hálózaton keresztül. A Tolnai Nagycsaládosok Egyesülete hasonló előadásokra és programokra várja a tagokat és az érdeklődőket a 2023-as év további részében is. Farsangi bált rendezett a Mögi Nyugdíjas Klub. Az Egyesületben ez már régóta hagyomány. A tagok ilyenkor egy különleges műsorral lepik meg a résztvevőket. 2023 vagyunk. Két év kiadás után rendezte meg a hagyományos farsangi mulatságot a Mözsi Nyugdíjas Klub. A rendezvénynek a helyi művelődési ház adott otthont. Hát ez már legalább 35 éve, hogy elindult, és hát még van egy-két emberkénk, a Izsák Liliska néni, aki maga 89 évével itt a hölgyek között a Matuzsálem, és a férfiak között pedig, aki a műsorvezetőnk is volt, Laszlovszki Imre bácsi, aki nemrégen töltötte be a 91. évét. Tehát ennek a szép kor ellenére is nagyon jó ember, hát úgy mondom, jó műsorvezetők köztünk. A klub tavaly ünnepelte a 45. évfordulóját, a megalakulásának. Hát ez a klub valamikor úgy kezdődött, hogy kártyapartikon jöttek össze azok az emberek, akik ezt a klubot összehozták. Jött fel a kérdés, hogy mi lenne, ha... és elkezdték szervezni, és rövid időn belül nem várt sikert hozott ez az egész, és 70-80 fővel álltak elő az első rendezvényükre, ami akkoriban ilyen nóta énekléssel kezdődött. Hát sajnos, de hát az időnek a következménye, hogy a régi énekesek azok már sajnos kimúltak, de hát a faluból még szerintem sokan emlékeznek a Szűcs János bácsi és Agócsi Juliska nevére, akik hát egy nagyon-nagyon jó hanggal megáldottak voltak. Jelenleg 87-en vagyunk, de hát megkopott egy kicsit itt a pandéria alatt, mert voltunk 115-en. Hát most jelenleg, hát sajnos most is vannak betegek köztünk, és így most csak a 83-an vagyunk itt a teremben. Imre 2002 óta tagja a közösségnek, és 2017 óta vezeti azt.
Előttem Kvanduk András vezette, aki 20 éven keresztül vezette. Akkor megígértem neki, hogy ennyi évet én már nem fogok, mert én is ott vagyok, most már gazdát kéne cserélni, mert hát jó magam is már a 77-et betöltöttem. És hát nem most, hogy elhagyom a klubot, az arról szó nincs, csak hát egy fiatalabbnak kell átadni a stafétabotot, hogy megújult erővel, hadd menjen tovább minden. Túl sok programunk nincsen, de azokat a programokat, amiket rendezünk évente, azt a 5-6-ot, azt mindig teltház mellett rendezzük. Hát most egy kicsit ezzel a megnövekedett energiaárakkal, meg stb. Így a téli rendezvényeinket, ezeket ritkábbra tesszük, és inkább amikor majd hát nem kell a fűtésére olyan keményen a zsebbe nyúlni, mert hát mi önfenntartók vagyunk. Jó kétű legényén csepeledett Ádám. Megnézték a lányok az utcán, meglátván. Utána fordultak, büszke volt magára. Rákacsintott minden szembe jövő lányra. Allébb pejhes állal első rangú volt. Fiatal a lány is, nem sokat fiúzott. Mivel ez az indulás a két év után, ez egy kicsit nyögvenyelős volt. És azért nem is mertem belevágni abba, hogy jöjjenek ide és csináljanak felvételt, mert tartottam tőle, hogy sok lesz a baki, és hát a tegnap volt a főpróbánk. A főpróba is úgy gondolom, hogy közel 100 személy előtt adtuk elő, hogy elég szép sikert, tapsot kaptunk, ami hát a mi fizetségünk. A produkció az összetett volt, és ez többnyire ilyen rövid programokból állt össze, mert többnyire kiválasztottunk olyan programot, amit családon belül, tehát férj-feleség hoztak össze. Gyakorlatilag otthon is tudtak tanulni, elkorolni meg. És hát így állt össze ezek a dolgok. Hogy hát most aki nem él benne, abból annak a mese, ez olyan szép a mese, de benne kell élni, és akkor tudja igazán meg azt, hogy mit kellett összehoznunk, küzdenünk, és hát volt program, amire azt mondtuk, hogy ez félre, ez nem, ez mezőr. Akkor volt, amikor meg kellett fogni, és akkor azt mondtuk, de igen, meg ez, és akkor, hát, de összefogott a csapat. 19-en, de ez a szűk csapat, de ez a leépülésből van. Mert akik tőlünk tavaly előtt eltávoztak, azok hát gyakorlatilag azok hiányoznak. Máma Batyus bál van, mert ilyenkor, hogy elhúzódik a műsorral, ilyenkor már a nyugdíjasok nem vacsoráznak, tehát spórolnak egy kicsit. Tehát ilyenkor mindig Batyus bál van, tehát a farsankor, meg a bőjt is. Köszönöm, hogy minket néztek az elmúlt percekben, kezdenek így legközelebb is, viszontlátásra!